Egymás után teszik vízre a hajókat, a KS evezősei a jövő heti Kalocsai Dunakupára készülnek teljes erőbedobással. A 3 évvel ezelőtt újjáélesztett versenyre minden eddiginél többen jelentkeztek az idén. Most volt a legtöbb jelentkező. Jelenleg úgy állunk, hogy 12-13 klubból jönnek versenyzők. Itt most az idejében megtartjuk egy úgymond tanulókupát, ami egy éves versenysorozat. Pontokat kapnak a gyerekek a beérkezés sorrendjében, ez alapján van egy éves összetett eredmény. Magyar Evező Szövetség most az idén úgymond megtisztelt azzal, hogy ide rakta ezt a versenyt, ezzel ugye támogatnak is minket egy kicsit, úgyhogy ezt így is köszönjük. Kalocsai színekben a tervek szerint 16-an indulnak majd a kupán, így aztán érdemes lesz szurkolóként is kilátogatni augusztus 14-én a Meszesi partra. Terveim szerint az újoncokat is, akik az idén kezdtek, vagy most a nyáron jöttek ki egy pár edzésre, és úgymond megtanultak valamennyire evezni, őket is egy 4 pár futamba szeretném rajthoz állítani, ugye a legkisebb korosztályban. Meglátjuk, hogy pszichésen mennyire fogják ők ezt elizgulni, vagy sem ezt a futamot, de pont ez a cél, hogy egy kicsit szokják az embereket, szokják a tömeget, szokják a vízen, hogy viszont ott vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani. A program ingyenesen látogatható. A futamok a reggeli órákban kezdődnek, és egészen késő délutánig tartanak. A látványos versenyek mellett meglepetés vendégek is várják majd az érdeklődőket. Maga a verseny az terveink szerint 9 órakor kezdődik az első futam. Délben tartunk egy ilyen inkább 1 órakor tartunk egy ilyen 1,5 órás szünetet, és utána folytatódik, terveink szerint 6 órára ezzel végzünk. Nyilván ez attól függ, hogy milyen mennyire sok futamot tudunk rendezni. A Duna vízállása és az egyéb versenykörülmények jelenleg ideálisak a szerdai kupához, azonban a hét elején érkező hidegfront miatt hűvösebb időjárással számolnak a szervezők. Egy kis hideg azonban ne tartson vissza senkit attól, hogy kilátogasson augusztus 14-én szerdán a Kalocsai Duna Kupa nemzetközi evezős versenyére.